Már csak egy perc, készen állunk. Indulunk! Kezdhetünk! Készen vagyok. Niki, te hogy állsz? Niki, a fofófa, kész! Fridit a stúdióba! Sándor! Itt vagyok! Szép estét kívánok, menetrendszerűen megérkeztünk. Közelről lesznek érintve, már hogy én is, meg önök is, a felnőttek világát beszéljük meg ifjú vendégeimmel, ismét hárman vagyunk. Akkor mindjárt az új kislánytól, Klaudiától kérdezem, hogy szerinted, ha választhatnál, gyerek lennél inkább, vagy felnőtt? Én inkább felnőtt lennék. Miért? Miért jobb felnőttnek? Hát azért, mert a felnőttnek nem parancsolhat senki. A gyereknek meg állandóan parancsolgatnak. Tehát például neked állandóan parancsolgatnak? Hát, igen. Két szintes házunk van, lejövök, mondja anya, menjek már fel lehozni neki konyharuhát. Hát olyankor legszívesebben azt mondanám, hogy én most nem megyek föl. Miért nem de... inkább azt mondja, hogy ha már fölmentél, és fönt vagy, és úgy fölkiabál, hogy akkor hozd le a konyharuhát, mint hogy akkor, amikor már lent vagy, és velem is csináltak már ilyet egyszer. Na most velem mi a baj? Tehát én nem is tudom a konfliktust követni. Hát, tehát téged lefölgyáratnak konyharuháért? Igen, de az a jobb eset, amikor már nem vagyok, és felmegyek, és akkor mondják, hogy vigyek le konyharuhát. És akkor le tudod dobni, mert akkor tudom ledobni. Igaza van, tehát le tudnád akkor dobni. Velem is már megcsinálták egyszer, hogy fölmentem, levittem, amit kellett, mondták, megint menjek föl. Akkor megint. És te hogyan védekeztél Zolikám ez ellen? Hát sehogy, mert muszáj voltam fölmenni. Muszáj voltam? Én sem tudtam védekezni, mert ők a felnőttek. Dani! Te mit csinálnál ilyen helyzetben? Nálunk szerencsére nincsen emelet. Hallottátok-e azt a mondást, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a... Én már hallottam. Nem szabad... Hogy fejeződik be? Nem szabad a... Kisökölnek. Mit jelent ez, Zolikám? Az, hogy amit nem szabad a felnőttnek, azt nem szabad a kisgyereknek. Várj, még egyszer mondom. Igen? Amit szabad a felnőttnek, azt nem szabad a gyereknek. Tehát amit szabad a felnőttnek... Azt a gyereknek nem szabad. Köszönöm, hogy kiegészítettél. Egy picit elfelejtettem. Ez mondjuk a ti esetetekben hogy van? Tehát nagyon gyakran fordul elő otthon az a helyzet, hogy rád szólnak, hogy ezt neked nem szabad, noha a felnőttek csinálják? Nem szoktak nagyon gyakran. De amikor ritkán előfordul, akkor mi fordulnak elő? Tehát milyen esetben mondják azt neked, hogy amit szabad Jupiter? Hát amikor rossz vagyok például. Dani, nálatok van ilyen, amit a gyereknek nem szabad, csak a felnőttnek? Hogy például nekem nem lehet cigizni, anyának pedig lehet. Ez így hát van. Például nem egészséges, hogyha a gyereknek, mert azt szerte volna, hogyha levágják kopaszra a haját, és azt mondtuk, hogy az nem szabad a gyereknek, mert akkor nem nő ki a haja. A felnőttnek pedig azért szabad, mert annak meg kinő a haja. A felnőtt például, hogyha a gyerek azért nem cigizhet, mondjuk a felnőttnek se egészséges, mert már csomóan meghalt a cigirád. Tudom. De muszáj kívánom azt a felnőtt kort, amikor már még ennyi hajam se legyen. Tovább mehetünk a témában? Vagy... Igen. Hát tovább, igen. Tovább mehetünk, jó? Ha választhatnál, Dani, gyerek lennél inkább, vagy felnőtt? Egészségül. Hát inkább ilyenkorú. Inkább? Maradnál? Egy kicsit ide raktam egy pillanatra a nyálacskámat. De semmi baj nincsen. Tudjuk folytatni a beszélgetést. Igen, tudjuk. Tehát miért lennél inkább ilyenkorú? Hát azért, mert jobb gyereknek lenni, mint felnőttnek, mert a felnőttnek úgy esett több baj, hogy gonosz emberrel. A felnőttek gonosz emberek? Nem, hanem találkozik vele, mert ő megy ide-oda-amoda,
Miért a gyerek nem találkozik felnőtt gonosz emberrel? Hát, de találkozik, csak a felnőtt gyakrabban. Zoli, te felnőtt szeretnél lenni, vagy gyerek? Gyerek. Te is gyerek akarsz maradni? Igen, én a két éves, meg egy éves kis csecsemő szeretnék lenni. Tehát fiatalabb a mostani korodnál is? Igen. Miért? Hát, mert ott többet foglalkoznak velem. Nem foglalkoznak veled eleget? Hát, de most is, de akkor még többet foglalkoznak. Claudia? Én felnőtt szeretnék lenni. No, hát akkor ez egy merőben más. Miért? Hát azért, mert a felnőttnek nem szólhatnak bele a döntéseibe, felnőtteknek. A gyerekek, mert hát ugye ők a nagyobbak, felnőttek. A gyerekek döntéseibe, meg hát a felnőttek, hogyha azt mondják, hogy ezt nem, akkor nincs mit csinálni. Nem lehet ilyenkor ellenmondani? Tényleg nincs mit csinálni? Akkor meg kell egyezni. Hát hogy lehet megegyezni? Hát nem csinálsz semmit olyankor. Megbeszéljük, vagy megegyezünk. Ez a két lehetőség van? Vagy elköltözünk. Vagy elköltözünk. No, de egy gyerek nem tud elköltözni. Hát végül is úgy tud, hogy kivesz a szekrényből egy táskát, belepakol minden ruháját, aztán elmegy valahova lakni. Mit változtatnál a felnőtteken? Milyenek vagyunk mi felnőttek? Tehát mit változtatnál rajtunk? De rajtad azt változtatnám, hogy legyél gyerek, mert kíváncsi vagyok, hogy milyen vagy gyereknek. Milyen lehetem én szerint egy gyereknek? Mindig tévés akartál lenni, és ezért mindig az, és akkor ketten fogtok műsort vezetni. Hogy tévébe szerepelj, és ezért ott toporzékoltál, hogyha azt mondta volna az anyukát, hogy nem, most nem leszel tévébe. Értem. De ami a külsőmet illeti, szerinted pont ilyen kopasz gyerek voltam? Milyen voltam? Hogy nézhettem ki? Ugyanilyen hajad. Ugyanilyen hajam volt? Igen, uh-huh. Csak kisebben. Csak az arcod volt más. Milyen értelemben? Hát, hogy nem ilyen volt még az arcod, meg nem volt még ilyen nagy a fejed. Hogyan fogtok élni felnőttként? Ez már ugye kérdeztem, de szeretném tőled is megtudni, Claudia. Hát, nekem egy gyerekem lesz. Igen. És az nem fog bölcsibe járni, mert én se jártam. Hát én se jártam bölcsibe. Lesz például férjed? Hát gyereked lesz mondjuk. Igen. Akkor úgy tudom, hogy kötelező férjednek lenni, hogyha van gyereked. Nem hát, kötelező, vagy legalábbis én nem, így hát van ez? Hát van olyan anyuka, akinek nincsen férje. Hát, hogyha férje. Elvált, de... És annak hogy lesz gyereke? Zoli, annak hogy lesz gyereke? Hát úgy lesz gyereke, hogy egyedül neveli az anyuka. Na de hogy születik meg a gyerek akkor? Hát akkor bemegy a kórházba az anyuka, aztán kiveszik a hasából. Tehát nem kell apuka ahhoz, hogy legyen egy gyereke az anyukának? Hát... De kell. És akkor ilyenkor mi van? Hát akkor úgy lehet gyereket szülni férfivel, szerintem, hogy szeretkeznek. Te családot szeretnél, Zoli? Hogyan fogsz élni felnőttként? Hát, még nem tudom. Mégis hogy képzeled? Lesz feleséged, lesznek gyerekeid? Hát majd kitalálom még, mert még nincs ez az eszembe vésve. Még nincs. Én még és te szeretném. Milyen felnőtt leszel? Tehát például lesz családod? Hát én olyan felnőtt leszek, hogy rögtön megyek egy olyan gépbe, ami össze tud nyomni, hogy újra gyerek legyen. Ja, te olyan felnőtt leszel, jó? Hát egy kicsit elmegyek az időgéphez, és egy kicsit 7 évesen... Mindig visszacsavarod magad. 7 és fél évesre tekerem a koromat. Kérem szépen, hát ennyit a felnőttek világáról. Még csak ennyit. Hát hogy miért lejárt az időnk? Nem járt le, még sok lesz. Üzenj valamit a felnőtteknek, nézd bele abba a kamerába, és üzenj valamit a felnőtteknek. Hát én azt üzenem a felnőtteknek, hogy legyenek gyerekek, így nyomják össze magukat. Kérem szépen, a jó tanácsot akkor fogadjuk meg, viszontlátásra.